megszentelése az Úrtól jön, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, helyünkön maradva, imádságban vigyük az életünket az Úr Isten elé. Csendesedjünk el. Mennyei jó Atyánk, köszönjük, hogy megjelenhettünk előtted ezen az adventi harmadik vasárnapon is. Eléd hoztuk magunkat úgy, ahogyan vagyunk. Jelenlegi élethelyzetünket, a tulajdonságainkat, határainkat, szenvedéseinket. Segíts most elfogadni magunkat úgy, ahogyan kaptuk tőled, hogy megfelelően készülhessünk az ünnepre. Tisztában vagyunk adottságainkkal, segíts most nekünk az elfogadásban, elfogadni sorsunkat, nemünket, korunkat, egyházunkat, hazánkat, mert mind-mind ezt te jelölted ki számunkra. Ahogy a házasságunkat, gyermekeinket, szüleinket, vagy éppen azt, hogy nem vagyunk házasok, az anyagi helyzetünket, az egészségi állapotunkat, a kinézetünket, így teremtettél, ide vezettél, ide formáltál, segíts megbékélnünk veled, amerre vezettél egész eddig életünkben. Most így hadd figyelhessünk rád, hallgathassuk szavaidat életünkre nézve. Tiszta szívből várjuk útmutatásodat, ígédet, Urunk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Lelkünk erősítésére hallgassuk meg az Úr szavát, úgy, ahogyan olvasom Lukács evangéliuma harmadik részéből, a második verstől a 18. versig válogatott verseket. Isten igéjét, tehát a Lukács evangéliuma harmadik részéből figyelmes szívvel és alázatos lélekkel hallgassuk meg. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr keresztelő Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek el az Úr útját. Tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel. Minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Teremjetek tehát megtéréshez méltó gyümölcsöket. A fejsze ott
van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam. És én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szívét. A gabonát csűrébe takarítja, a bolyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Isten áldja meg az ő igényének hallgatását, befogadását és megtartását. Kedves testvérek, amikor most karácsonyra készülődünk, akkor látjuk magunk körül az embereket, hogy mindegyikünk családjában más-más szokások vannak. Már kialakultak az ünnepi rituálé. Mit szoktunk tenni, venni, enni ilyenkor karácsonykor? Mindenkinek más a szokása. Úgy látom, hogy az emberek legtöbbje, a családok legtöbbje csak a fa feldíszítéséig jut el, az ételig, addig, hogy a távoli családtagok hazavágnak, indul a rokonlátogatás, talán még a templom is belefér. De a legtöbb család a karácsony igazi értelméig nem jut el. Mert talán nem is volt, aki megtanítsa. Nem is volt, aki eléjük élje, hogyan is kell a megváltó születését ünnepelni. Ezért bennem nincs elmarasztalás, mert ha valaki nem tudja, nem látta, hogyan tudná megfelelőképpen ünnepelni a karácsonyt. Van nekünk ezzel kapcsolatban keresztény református embereknek valami felelősségünk? Ó, igen, nagyon sok. Mert ha mi, templomba járó emberek nem ünnepeljük karácsonykor a megváltó születését, ha mi is csak egy bizonyos részig jutunk el, akkor nem igazi az ünneplésünk. Minden évben készülünk megünnepelni a születésnapot. Nagy előkészületeket folytatunk. De éppen az ünnepeltet nem hívjuk meg. És nem engedjük be. Nem engedjük be, pedig ott van, és kopogtat. És csak kívülről nézi, hogy róla elfelejtkeztek. Minden állítólag ő érte van. Ezért kijózanít bennünket most keresztelő János, aki felszólít, felráz bennünket a közönösségből, a megszokottságba, és azt mondja, berobban, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Hogy
ugye? Szinte az építkezés van előttünk, amikor egy házat elkezd építeni valaki. Ugye jönnek a dózerek is, ami ott van, ledúrják, a göröngyöket eligazítják, hogy egyenes legyen a talaj. Jó házat tudjanak rá építeni. Valahogy így kell a mi életünkben is elegyengetni az életünket, feloldani a görcsöket, hogy az Úr útjába semmi, de semmi se álljon. Hát hogyan kell nekünk készíteni az Úr útját? Hogyan kell? Keresztelő János így fogalmazza meg. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És bánjátok meg bűneiteket. No hát, ez nem valami bonyolult, sőt, egyszerű, sőt, unásig hallott dolog. Térjetek meg, és bánjátok meg bűneiteket. De amíg ezt nem tesszük meg, addig nem tudjuk mi, keresztény emberek, méltóképpen várni az Úr Jézus Krisztust. Isten jön, előkészítette az utat, sok mindent tett. De a mi részünkről is történnie kell valaminek. A mi részünkről is. Nem lesz karácsonyi étel, ha nem megyünk a piacra, nem megyünk a boltba, nem készülünk elő. Nem lesz igazi karácsonyunk lelkileg, ha nem készítjük elő a lelkünket. A lelkünket csak bűnbánattal tudjuk előkészíteni. Tudom, hogy hangos a világ. Tudom, hogy sokszor halljuk. Mégis most itt az ideje. Elérkezett az idő, hogy elcsöndesedjünk és magunkba szálljunk. Különben is a karácsony előtti hét hagyományosan bűnbánati hét református egyházunkban. Ez azt jelenti, hogy karácsony előtt minden este elmentek az emberek a templomba, hogy biztos, hogy lelkileg jól felkészüljenek. Ma már, ha meghirdetjük, senki nem jön a templomba. Próbáltuk, és nem jött senki. Hát, ha nem jön senki 7 napon keresztül, legalább akkor ez az egy vasárnap legyen. A bűnbánati vasárnap, amikor készülünk. És nem odázunk, és nem keresünk kifogásokat, mert kifogást azt lehet találni. Mi is az a két kifogás, amit leggyakrabban szoktak az emberek a bűnbánattól, a bűnbánattal kapcsolatban mondani. Az egyik az, úgy tesznek az emberek, mintha nekik semmi bűnük nem lenne, és elkezdenek erényesek lenni. Elkezdenek jótékonykodni, hogy palástolják a bűnösségüket. A másik pedig, én így nevezem, a szép láncainkra hivatkozunk. A szép láncainkra. Mit érti ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy kifogásokat keresünk. A munkám, a hivatásom, a családom. Hát olyan sok mindent kell tennem. Nekem erre nincs időm, egy lelkiszeg bűnbánatot tartsak magamba szálljak.
Nekem kötelességeim vannak. Igen, ez igaz. Ez egy szép lánc, egy szép kötelesség, és egy nagyon nagy kifogás. Egy nagyon nagy kifogás, egy csapda, ha valaki az elfoglaltságára, a családjára hivatkozik. Mert észre sem veszi, hogy ez bizony megkötözi, ez a lánc megkötözi, és végül egy bűnös megkötözöttségé válik. Úgyhogy, kedves testvérek, kell, hogy az ember magába szálljon, és igazán megismer, megálljon az Úristen előtt. Nem szabad az Úristen törvényei ellen rugódozni. Az ő törvényei bele vannak építve az egész földön, az univerzumban, mindenhová. Ha az Isten törvényeit nem tartjuk meg, az a törvény fog bennünket elejteni. Az Isten törvényeit meg nem tartó ember először magányossá, szomorúvá, utána pedig úgy érzi magát, mint akit sarokba szorítottak. Frusztráltá válik. Mert Isten törvényét vagy megtartjuk, vagy az a vesztünk lesz. Ezért kell az embernek magába szánnia. Hogyan is lehet megtenni a bűnt? Látnunk kell, hogy a bűnnek iszonyú büntetése van. Az nem múlik el, vagy mi, vagy Jézus Krisztus szenved a bűnökért. Valaki megszenved érte. Ezért jön az Úr Jézus Krisztus, hogy a bűneinket átvegye. Ha odaadjuk, ő átveszi. Súlyos dolog. Azt jelenti, tulajdonképpen magamat jelentem fel a mennyei bíróságon. Elsorolom és vállalom minden következményét annak. Mikor igaz a bűnbánatom? Mikor lehet megismerni, hogy valódi a bűnbánatom? Akkor, ha megbántam. Igazán megbántam. Akkor, ha megneveztem konkrétan a bűnömet. Akkor, ha átadtam az Úr Jézus Krisztusnak. Akkor igazi a bűnbánatom, ha azt az előző bűnömet nem folytatom tovább. Akkor sem, ha elmúlt a vészhelyzet, ha szakítok vele. Hát így, kedves testvérek, tartsunk bűnbánatot, akár most is itt a padokba, vagy amikor időnk engedi, hogy igazi karácsonyunk lehessen. Jánoshoz tódultak az emberek, volt mit megvallaniuk. Mentek hozzá a vámszelők, mentek hozzá a katonák is, még maga a király is el. Mert ő is érezte, hogy van mit megbánnia. Így menjünk el mi is az Úr Jézus Krisztushoz, és készítsük az útját, ne engedjük, hogy a bűnök elzárják ezt az utat. Ámen. Válaszoljunk Isten szavára az 511. dicséret. Harmadik versszakának éneklésével. Az 511. dicséret harmadik versszaka így kezdődik. Minden múló perc hozzád visz közel, kegyelmed űzi kísértőnek. Thank you.
Menjen, jó atyánk! Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Köszönjük ígédet, amely sok mindenre rávilágított. Látjuk tisztán ebben a karácsonyi hajszában megfáradt életünket, és jó nekünk lábainknál megállnunk, és hallgatnunk téged. Ezért, Urunk, igaz szívvel teszünk most bűnbánatot előtted. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy megfáradtunk. Nem keresünk téged. Fáradtak vagyunk az imában, és testek. Megfáradtunk a szeretetben, családunk terheinek hordozásában. Megfáradtunk házasságunkban, gyermekeink, unokáink nevelésében. Nincs türelmünk fiataljainkhoz. Nem hordozzuk előtted kellőképpen konfirmált fiataljainkat, felnőtteinket, gyülekezetünk vezetőit, presbitereit, egyházunkat főképp nem, sem nemzetünket. Menjen, jó atyánk, bocsáss meg nekünk, fájlaljuk bűneinket, vágyunk megtisztulni belőle, új lappal indulni, többek lenni, hitben, mint ahogyan év elején voltunk. Kérünk, tisztíts meg, adj hozzád ragaszkodó hitet. Kérünk, légy velünk gyülekezeteinkkel, szórvány gyülekezeteinkkel. Te készítsd az utat, Úr Jézus Krisztus, az algyői és mórahalmi gyülekezeteinkben. Légy velünk, mindannyiunkkal, de kiváltképpen betegeinkkel. Őket hozzuk eléd. Adj nekik békességes tűrést és gyógyulást, Urunk, a Te akaratod szerint. Eléd hozzuk gyászolóinkat, akik megszomorodott szívvel vannak itt. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk gyászunk fájdalmában is. Eléd hozzuk az emlékezőket, akik családtagjaikra emlékeznek, és hálát adnak mindazért, amit az elmúltakon keresztül adtál egykoron. Menjen, jó atyánk! Te rád bízunk magunkat. Köszönjük, és ebben mi megnyugszunk, hogy ez jól van így. Amen. Fennállva mondjuk el, és úgy voltam, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenvedessék meg a neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztor. Isten áldását teremtsd. Ezt mondja az Úr, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan.
100 kilométert keressük meg, a 273. dicséretet 5 versszakával énekeljük, az Úr Isten magasztalom,